A termelőknek gondot jelent bejegyezni a mezőgazdasági kapcsolható eszközöket, azok ugyanis sok esetben nem felelnek meg a műszaki vizsga követelményeinek, újak vásárlására pedig nincs pénzük. Ezzel kapcsolatban aláírásgyűjtésbe is kezdtek a gazdák. A Parlament Mezőgazdasági Bizottsága most felvállalta, hogy a következő ülésen, amelyre a bizottság meghívta a rendőrség képviselőjét is, megpróbálnak megoldást találni a problémára. A megoldás az lenne egy részről, ami hosszabb. Módosítani kell a közlekedés biztonsági törvényt, úgyhogy a kapcsolatú eszközöket ne kelljen beegyeztetni, vagy pedig ami a rövidebb út, az pedig az, hogy tulajdonképpen azt a rendeletet, amely a gépjárművek és a kapcsolatú eszközök bejegyzésére vonatkozik, azt módosítsák olyan formában, hogy ezeket a kapcsolatú eszközöket, amelyek nem felelnek meg a műszaki feltételeknek, mert gyárilag nem felelnek meg a műszaki feltételeknek, és nem lehet őket beegyeztetni, azokat ne kelljen, vagy valamilyen más módon kelljen majd beegyeztetni. Trémond Árpád az ülésen bemutatott több esetet is, amikor a gazdákat megbüntették, valamint napokon belül átadja azt a 2000 termelő által aláírt követelést, amely a rendelet visszavonására vonatkozik. A bizottság a többi között megvitatta a mezőgazdasági minisztérium 3 havi munkáját is, és az is elhangzott, hogy a területalapú támogatásokat május folyamán kezdik el folyósítani.